A zenekari öltözőben a turnéhoz szervesen kapcsolódó feladatomat végzem éppen, ami a fellépő ruháknak a kigőzölése. Ez nem tudom, ez kinek a cucca? Ezt is vasalom? Ez a Peti? Sziasztok, Szilvi vagyok, a zenekar menedzsere. A turné indulásakor 37 éves voltam, most pedig 74, és még csak a turné felénél járunk. Ez az eddigi legkomplexebb turnénk, mind technikailag, mind financiálisan egy sokkal sokrétűbb, sokkal nehezebb munka volt ennek a megvalósítása. 2022 év elején kezdtünk el egyébként gondolkodni ezen a turnén, illetve magán a produkción, ami azt jelenti, hogy most ugye 23 őszénél járunk, tehát egy másfél éves tervezési és megvalósítási folyamat végén sikerült elindulnunk ezzel a turnéval. Egészen most júliusig nem láttuk azt, hogy el tudunk indulni vidékre is, ugye a műpa premierünk az már be volt hirdetve tavasszal, de az, hogy ezt országosan is körbe tudjuk vinni ezt a produkciót, azt a Mastercardnak köszönhetjük, akik végül is felkaroltak minket, úgyhogy augusztustól meg tudtuk hirdetni az eseményeket, és onnantól kezdve el tudtuk indítani a vidéki állomásokat is. Elég nagy apparátust mozgatunk, állomásonként körülbelül 35-en utazunk 4 kis busszal, egy teherautóval, nagyon nagy díszletelemekkel. 8-ra érkeznek a fényesek, a hangtechnika 11-re, majd elkezdünk felpakolni a színpadra, és 3 órától megkezdjük a próbákat egészen körülbelül 6-ig. Bepakolunk, megérkezünk a helyszínre, remélhetőleg addigra a fényesek már mindent összeraktak, és el tudjuk kezdeni a dobogókra felrakosgatni a backline-t, a hangszereket. Nekem és Rudi Petyának ez a dolgunk, hogy mi a hangszereket összerakjuk. Ez egy egészen más gondolkodást igénylő produkció részünkről, a háttércsapat részéről is. Az egésznek a kitalálása volt úgy nehéz és úgy challenging, hogy ugyanazt az élményt tud adni a Pécsen is, vagy Pécset is, bocsánat, illetve Műpában is. És ezt az egészet kitalálni, na, az volt szerintem a legnehezebb. Sokszor ilyen színházas gondolkodás van, úgyhogy pont Arsakkal, a turnémenedzserünkkel egyébként tök sokszor megállunk, és újra tervezünk, és folyamatosan tanulunk a megvalósítási folyamat során. Olyan extra feladataim vannak például, hogy időben kell lenyomnom kapcsolókat, mert a Bálint nincs abban a pozícióban, hogy ő meg tudná tenni, ezért például az Arsak visz oda neki gitárt, én pedig lenyomom azokat a gombokat, hogy ő a két gitár cserénél tudja változtatni a hangokat. A zenekar elhelyezkedése is teljesen más, mint a fesztiválokon, ezért újra kell gondolnunk a hangszerek kábelezését is. Azokat, amiket általánosan szoktunk használni, csoportkábeleket, stb. Most nem abban a formában, vagy úgy használjuk, ahogy mindig is szoktuk, hanem átgondoltan erre a projektre specifikusan kidolgozva. És mivel a színház termekben sokszor van emeleti szint, erkély, ezért szoktam kiülni egy iPaddel, és úgy meghallgatni a beálláson a koncertet, és ehhez képest állítani az arányokat. Jobban izgulok én is ugyanúgy valószínűleg, mint a zenekar egy eseményen. A többit kirázzuk kisújból, ez most egy kicsit izgulósabb. A stábunk zseniális, brutális munkabíró képessége van mindenkinek, és az a durva, hogy még jó fejet is vágnak hozzá, meg még poénkodnak is egymással, meg még tényleg egymás segítik, remélem. Én úgy látom legalábbis ezt így kívülről. Nem egyszerű ez az egész produkció, és mégis mindenki úgy áll hozzá, hogy ezt szereti csinálni, meg jó benne lenni, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad. Hideg szálaival a szél, tamut szálaival a köd, a végső türelem is hidegkötő. Hideg szálaival a szél, tamut szálaival a köd, a végső türelem is hidegkötő. Most járunk a turné felénél, és ez azért különleges állomás számunkra, mert a szegediek ma hazai színpadon táncolnak, úgyhogy sokkal jobban izgulnak, mint eddig bárhol máshol. Körülbelül április óta készülünk a turnéra, Czár Gergely koreográfussal és a táncosokkal, és ez nekünk is egy nagyon intenzív és izgalmas folyamat volt, mert számunkra kedvelt dalokra kellett koreográfiákat gyártani, úgyhogy szerintem mindannyian nagyon élveztük. Most tudj
also end up in this play because I'm from the company of the Szegedi Kortárspalett, and Gary, my teacher, asked me to be in this role, and I said yes because I really wanted to try this experience with the Margaret Island. Minden kihívás ellenére nagyon szeretjük ezt a turnét. Imádunk a táncosokkal együtt dolgozni, ez egy tök jó kiszakadás a mi csapatunk számára is, illetve az ő társulatuk számára is. A táncosok is nagyon lelkesek, ennek nagyon-nagyon örülünk. Így közelről megismerni a zenekart és azt a profizmust, ahogy dolgoznak, az nagyon izgalmas munkafolyamat. Vikit most ismertem meg személyesen, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül alázatos, és iszonyatos teherbírása van. Tehát a zenekar nagyon-nagyon sűrű programja mellett az, hogy ő hosszú hónapok óta be tudta iktatni a napirendjébe a közös próbákat, és az, hogy táncrepetícióra jár, hogy szinte itt a turné alatt is többet melegít be, többet jogázik, többet készül, mint mi táncosok. Számomra ez nagyon fantasztikus. I don't really know the text of the songs. I know the title and the meaning of the title, but I can say that I live the song as it come, and the music speaks to me, so I really live the feeling of the song and of the band. Csendi magrmi ke varum balaja. Wait, Ramsey, no more. Rám szakadt az ég, olyan csinálom. Sobors vízből telik a bátok. Bam, bam, bam. Kilenc éve vagyok már a zenekar hangtechnikusa, kezdetektől fogva hittem bennük, és csodálom ezt a elszántságot és kitartást, amivel összehozták ezt a produkciót, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ez egy olyan közeg, meg egy olyan zenekar, akik úgy becsülnek meg, ahogy mások nem igazából. Látom, hogy izgulás van, de elsősorban a Bálinton. Rajta még az arcán még most is látszik, hogy mennyire aggódik ezen, hogy mi lesz, hogy lesz, mint lesz. Szóval, hogyha őt meg tudom nyugtatni, aközben azon a mosolya a hátulra, hogy így adom oda a gitárt, már azzal én is boldogabb vagyok, meg szerintem neki is könnyebben megy. Szóval az, hogy például koncert vagy előadás, vagy bármilyen a végén konkrétan megköszönjük a külön technikusoknak, ez egy olyan dolog, ami tök egyedi, és főleg, hogy a vége fele van, ezért tök jó ilyen nyugta az egésznek, hogy megbecsülnek, és hogy tényleg amúgy szeretve vagy. De ezt az egészet onnan koncertesdivel áthozni, és ezt az egészet így 180 fokkal megfordítani, így az ilyen támogatás, a bizalom, és az összeszokottság miatt szerintem sokkal-sokkal könnyebb volt. A turnénak eddig nagyon nagy sikere van, a MÜPA premierünkre ugye pár nap alatt elfogyott minden jegy. Most Szegeden vagyunk, a mai is teltházas, tulajdonképpen szinte az összes állomásunk teltházas, jövő héten Gödöllőre, Kecskemétre megyünk, oda is elkapkodtak minden jegyet, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ekkora az érdeklődés. Most pedig elköszönök, mert megyek vissza gőzölni. Azt hiszem, ide bent jó ez így. Azt hiszem, szabad.